Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Ajka TV híradóját látják augusztus 4-én, pénteken. Nézzük mai témáinkat röviden. Vízelvezetés épül Ajkarendeken. Segítséget kér egy súlyos beteg fiú. Világhírű zenekar turnéján lép fel az Ajkai Noctis. A korábbi időkben a heves esőzések komolyabb elöntéseket okoztak Ajkarendek városrész központjában is. A városvezetés úgy határozott, hogy a kiépített rendszert felbővíti, biztonságosabbá téve ezzel a környék csapadékvíz elvezetését. Pár évvel ezelőtt az önkormányzat felújította a Korányi út 246 és 243-as számú ingatlanok mellett húzódó csapadékvíz elvezető rendszert. Jelenleg a meglévő 1 méter átmérőjű zárt rendszer mellé egy 0,8 átmérőjű párhuzamos zárt vízelvezető csatornát építenek a Korányi út 243-as számú ingatlan és a széles vízpatak között. A Korányi út 243-as számú ingatlanon egy osztóművet építenek, és a Korányi út alatt is felbővítik az előbb említettek szerint a kapacitást. Mindezekkel a beavatkozásokkal körülbelül 60%-kal növekszik az elvezethető csapadékvíz mennyisége. Sajnos Tósok Beninden még nem kezdődhettek el a vízelvezetés rendszerét célzó munkálatok, mivel a terület és település fejlesztési operatív programban beadott a vízrendezés célzó ajkai pályázatokat a megyei önkormányzat nem támogatta. A következő percek egy súlyosan beteg, mozgáskorlátozott ajkai fiatalemberről szólnak, akire egy jótékonysági akcióval szeretnénk felhívni a figyelmet. A 19 éves Kancsó Péter gerinc eredetű izomsorvadásban szenved. Összesen alig több mint 100 000 forintra lenne szüksége ahhoz, hogy a gyógyszeres kezeléséhez szükséges genetikai vizsgálatot elvégezhessék, és a budapesti kezelés járulékos költségeit az édesanyja fedezni tudja. Péter betegsége lassú leépüléssel jár, a gerincvelő mozgató idegsejtjeinek a fokozatos elvesztését eredményezi. Az idegsejtek pusztulása először a vázizmokban, végül a légzést támogató izmokban okoz fokozatos izomgyengeséget, sorvadást. Szerkesztőségünk 2014 karácsonya előtt találkozott először Péterrel és családjával. Az édesanyja akkor még otthon ápolta a másik gyermekét, Szintiát is, aki a bátyáihoz hasonló genetikai rendellenességgel született. A kislány azóta lélegeztetőgépre került, gégemetszésen esett át, 24 órás ápolásra szorul. Szintia most 12 éves, Budapesten kezelik. Péter állapota stabil, kezelő orvosa egy újonnan kifejlesztett gyógyszert javasolt neki, amely javíthat az életminőségén és meghosszabbíthatja az életét. A kezeléshez azonban egy genetikai vizsgálat szükséges, amit a szűkös anyagi körülmények között élő család nem tud kifizetni. Mivel Péter nagykorú, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár már nem finanszírozza a vizsgálatot. Az édesanyja a 86 000 forintos vizsgálat kifizetéséhez és a kezelés járulékos költségeinek a fedezéséhez kér segítséget. Már 3 osztálytársát elvesztettünk. Úgyhogy nagyon-nagyon félek, és ezt a lehetőséget nem szeretném elhalasztani, mert még ő van, a kislányomon már sajnos nem tudunk segíteni. Péter tisztában van azzal, hogy a betegsége visszafordíthatatlan, ennek ellenére bizakodóan tekint a jövőbe, és nagy tervei vannak. Kitűnő tanuló többek között főiskolára készül. Most a legelső tervem az, hogy egy sikeres érettségi vizsgát tegyek, mert most fog jönni az utolsó évem a mozgásjavítóban. Nagyon hálás vagyok ennek az iskolának, mert ott értem el igazán a céljaimat, és ott tanultam azt meg, hogy tényleg mit akarok majd az életben, és terveim vannak. Ugye én középiskolás vagyok ott, mert középiskola is nyílt ott, és kereskedelmet és marketinget tanulok, és az a tervem, hogy a középiskola után elmegyek majd egy OK és képzésre, hogy a szakmám meglegyen, mert ez mindig jó, ha azért kézben van, és utána majd egy főiskola, vagy esetleg egy egyetem is szóba jöhet majd. Ezt majd még el fogom dönteni, mert még egy évem lesz ezeken gondolkodni, de sok tervem van, és azt szeretném még mellette, hogy a felső oktatásba bekerülni már nem olyan egyszerű, ugye nyelvvizsgára is szükség van, úgyhogy még majd azt is le fogom tenni. A család jelenleg ebben a csöpnyi egyszobás albérletben él, ami meglehetősen szűkös számukra. Sokat segítene rajtuk egy kicsivel nagyobb, másfél szobás, de olcsóbb albérlet is. A segíteni szándékozók a képernyőn látható telefonszámon vehetik fel a kapcsolatot Péter édesanyjával, illetve a lenti bankszámlaszámra utalhatják az adományokat.
A hétvégén a Tósok Benindit Oberfesten adománygyűjtő dobozt helyeznek ki a fiú megsegítésére. Kérjük, aki teheti, járuljon hozzá Péter gyógykezeléséhez. Az Ajkai Noctisra esett a szervezők választása, amikor hazai vendégzenekart kerestek a Glory Hammer budapesti koncertjéhez. A heroikus fantasy power metalt játszó skót-svájci banda néhány hónap szünet után januárban indul újabb európai turnéra. Budapesten a koncertsorozat elején lépnek fel, erre az alkalomra kapott meghívást József Péter zenekara. Pozitív visszhangokat váltott ki a Noctis zenekar tavaly novemberben megjelent Genesis Corrupted című lemeze. Az album egyik hozadéka, hogy felkarolta a csapatot a rockzenei szaksajtó legnagyobb múltulapját is kézben tartó menedzsment, az ő segítségükkel jöhet létre a január elejé fellépés. Korábban is voltak már hasonló tervek, amelyek a Noctis ismert külföldi zenekarokkal való szerepeltetéséről szóltak, és örömmel tölti el a zenészeket, hogy ezúttal nem jött közbe semmi. Az est főzenekara eddig két albumot adott ki. Az első középkori fantasy hangulatú, a másodikkal pedig a jövőbe, távoli galaxisokba kalauzolják a hallgatókat. Alapítójuk Christopher Bowst, a még ismertebb Alestom nevű zenekar frontembere is egyben, ahol egy magyar gitáros játszik Budor Máté személyében. Kedves nézőink, most pedig a következő napok eseményeire szeretnénk felhívni figyelmüket. Hetedik alkalommal rendezik meg a Tóberfestet a Tósok Berindiek augusztus 4-én és 5-én az Ajka Kristály SS sportpályáján. 4-én 21 órától retrodiszkó várja a táncra vágyókat, 5-én 8 órától járműkiállítás kezdődik. 13 órakor indul útjára a hagyományos Tósok Berindi felvonulás, majd 15 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődnek a színpadi produkciók. A 18 órai díjkiosztót követően a tervek szerint éjfélig tart a 7. Tóberfest. Az augusztusi csillagászati foglalkozás rendhagyó módon augusztus 7-ére hétfőre esik majd, ugyanis aznap részleges holdfogyatkozás lesz a kora esti órákban. Körülbelül 20 órától 21 óra 15 percig tart majd az izgalmas éji jelenség. A fogyatkozást a klub legjobb műszereivel kísérhetik figyelemmel. A jelenség előtt 19 órától 20 óráig egy bevezető előadást hallgathatnak meg az érdeklődők a fogyatkozások működéséről, és kipróbálhatják a klub laptopról vezérelhető, programozható fogyatkozás szimulátorát is. Augusztus 12-én szombaton 8 órakor veszi kezdetét a 10. diófás főzőverseny Noszlopon, a sportpálya melletti diófák alatt. A lukulós serlegért zajló megmérettetés 16 óráig tart majd. A Mozgássérültek Aktív Egyesülete ruha és bababőrzét rendez a civilház udvarán augusztus 12-én szombaton 14 órától. Asztalt foglalni a 88-212-738-as telefonszámon lehet munkanapokon 8 és 15 óra között. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Kedves nézőink, kérem tekintsék meg időjárás jelentésünket. Előjáróban annyit, hogy hőségriadó van, ezért a katasztrófa védelem közzétette a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyek listáját. Ezek általában a nagyobb üzletközpontok, illetve ABC-k, valamint Ajkán a szabadságtéri művelődési központ. Bővebben az Ajkai Szó Facebook oldalán tájékozódhatnak. Szombaton a kezdeti gyengén felhős időben gyorsan melegszik a levegő, a kánikulában számítani lehet erőteljesebb gomoly felhőképződésre. Számottevő csapadék nem valószínű, a délnyugati szél mérsékelt lesz, 35-40 fok között tetőzik a hőmérséklet. Vasárnap a forróság mellett változóan felhős égre és több-kevesebb napsütésre készülhetünk. Délután északnyugat felől egyre több felé lehet zápor, zivatar. Változó irányú lesz a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35-40 fok között alakul.
Kedves nézőink, mai híradónk végére értünk, megköszönöm figyelmüket. Műsorainkat internetes honlapunkon is megtekinthetik, és YouTube csatornánkon bármikor visszanézhetik. Legközelebb friss hírekkel szerdán este 7 órakor jelentkezünk. Mai adásunk ismétlését szombat reggel 9 órától láthatják ugyanezen a csatornán. Folytatjuk az Ajkai Tükör műsorát, kérem maradjanak velünk.